dobott röpcérula. El is teteli boldog biztatással, találj már végre önmagadra. Mosolygok, sors homlokom száraz. Régóta azt gyanítom, hogy te se ismert engem. Milyen zenei stílusokat gondoltatok bele ebbe a produkcióba? Hogyan kell egy hallgatónak ezt értelmezni? Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy ez milyen. A vers elolvasása után ezek a hangképek jelentek meg, és ezekkel a akkordokkal, ezekkel a vibráló kis hangokkal jött létre. Magunk elé képzelve magát a képeket, amelyek bent vannak a versben. Értem. Ez egy eklektikus dal. Így, hogy van. A szöveg az meg egy ilyen tavaszias melang, ilyen tavaszias fáradtság, nem? A maga szöveg. Ilyen előtavaszi rügyezéshez készülődő, robbanáshoz készülődő dolog. Hát úgy próbáltam a zenébe, a felvezetésben közre adni azt a fajta nyilladozást, azt a fajta lengedezést, amely ilyenkor a lomboknál és a virágoknál fent a magas légbe honol. Úgyhogy, így van. Sikerült. Így van, nem volt ez rossz. Élveztem. Esetleg tudnék egy pár tanácsot megengednétek. Az a tudom, az nem volt nagyon jól elintonálva. Igaz, volt egy kis csúszás. Na persze, ez mindenkivel megesik, ez nem egy világrengető dolog. Volt még egy, a bridge-ben volt a menye.
Na most a mennybe, hát az egy olyan szó, ami nagyon nehéz zenére tenni. Főleg sor végén, főleg frázis végén, zene frázis végén, ugyan nyílt magánhangzó miatt a mennybe. Ott én egy kicsit másképp oldottam volna meg. Amúgy egy nagyon-nagyon kellemes produkció volt, és csak a hangszerelés és a zenészeknek a angolul van egy ilyen szó, nem tudom magyarul van-e, musicianship, zeneiesség, zenei, hogy mondjam, tudjátok mire gondolok. Tehát az ott van. Nagyon jó a ritmus szekció, nagyon jó volt az akkordfűzés. Nekem tetszett. Ennyi volt az egész, hogy a tudom, hogy egy kicsit alatta volt a... Hát biztos, hogy a levegővétel, vagy nem tudom mi lehet. A monitor jó volt a monitor? Hallatszó. Tehát én nagyon megölök elégedve. Köszönöm szépen. Ehhez, hogy én is hozzáfűznék egy dolgot. Ez a tudom, ez egyébként mindig kétséges volt ebben a versben, mert kétféleképpen lehet énekelni. Mert dúl és mol, hogyha jól mondom, a fiúk a zenészek. És igen, így sikerült. Hát váltás van ott így hangnemben. Jó, köszönöm szépen. Én csatlakoznék ahhoz egy kicsit más szemszögből, mint amit kedves zeneszerző és előadó művész barátom mondott. Latinovics Zoltánt idézném, aki azt mondta, hogy én nem a verset mondom, hanem a költőt élem át. Én azt gondolom, hogy ez egy kellemes benyomást keltő, könnyed dal volt, zeneileg is. Én meg azt gondolom, hogy Csóri Sándor még a könnyű, látszólag könnyű tavaszi és látszólag gyerekverseiben és minden versében is karcosabb, gondterheltebb, nehezebb, fajsúlyosabb költő és ember. Köszönöm. Hogy nem kerestem ülőhelyet a mennybencet, ott azért elég keményen szóltak a hangszerek, azt hiszem... Összbenyomás. Igen, köszönöm. Részleteiben biztos. Igaz? Köszönöm. Ha lehet, akkor én is hozzáfűznék egy gondolatot. Az irodalom, a költők nagyon sokat köszönhetnek nektek, ez egyértelmű. Azoknak a zenészeknek, azoknak az embereknek, akik kezükbe veszik a verseket, forgatják, szeretnének valamit hozzátenni. És ez akkor jó, hogyha, gondolom én, hogyha úgy tudnak hozzátenni, hogy ők is benne vannak, de nem nyomják el azt, akit megfognak a kezükbe. Én sokszor, sok ponton azt éreztem, hogy nagyon jó ez a produkció hallgatni, de nem hallom mellette a szöveget, nem hallom mellette a verset, mert valahogy úgy elnyomja a ti karakteres hangotok. Tehát néha azt éreztem, hogy tulajdonképpen ehhez Kár Csóri Sándor elcsúszna valami, tehát hogy annyira erős zenei világotok van, ami nem feltétlenül passzol a verssel, hogyha ilyenkor, én nem vagyok zenész, tehát könnyen beszélek, hogy az utca széléről, hogyha ilyenkor elfelejtenétek egy kicsit magatokat, meg azt a zenei rutint, amivel meg tudjátok fogni, hanem egy kicsit visszamennétek ahhoz, értitek, mondjuk Csórihoz, belemenni a fejébe, hogy mit jelent az a zöld útlevél, és akkor talán az ember nem saját magát verbalizálja hangszerekkel, és talán egy olyan 1+1-ből nem 2 lesz, hanem magasabb szint, hogy ő is benne van, meg ti is benne vagytok, és mégis valahogy együtt nem írja át, hanem alá tesz. Tehát én úgy gondolom, hogy én azokat szeretem nagyon, azokat a vers megzenésítéseket, amikor azt érzem, hogy ott a vers a szobor, és alátesznek egy posztamenst, hogy megemelkedik az egész, és értitek, és közelebb lesz az égbolt, és hogyha a szobor karja között átnézünk, akkor ott látunk valamit a mindenségből. De hogyha nagyon jól tudtok a zene nyelvén beszélni, de azt a szobrot valahogy így kötfedi, akkor mindig van egy pici hiányérzés, hogy a legjobb szándékkal, és mondom, nagyon köszönjük nektek szerintem, amit tesztek, csak szerintem erre figyeljetek, hogy maradjon ott az, akit megfogtok. Hadd folytassam ezt a gondolatmenetet, hogy
A megzenésített verseknél, vagy az énekelt verseknél az egy rendkívül fontos cél, hogy a vershez még hozzátegyünk a zenével. Na most az így van egy alap kapcsolat, az nagyon lényeges, pláne akkor, amikor van egy ilyen erős lüktetése mondjuk egy számnak, hogy ne ráüljetek, hanem ellene menjetek egy picit a vers érdekében. Tehát legnehezebb ellenállás irányába kitörni, és akkor tud meglenni az a fajta sűrűség, amiről a Zsuzsa beszélt. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. És hát nézzük meg, hogy a közönség mennyire volt benne. Egy nagy tapsot kérek szépen a Rózsabors műhelynek. És megyünk is tovább. Váncsa Gábor következik. Versünnepen való részvételével a verset szeretné ünnepelni. Egy csepp verssel, egy-egy gondolattal, érzettel, erősíteni szeretné a versmondást, mint műfajt. Jelenlétével hangsúlyozni szeretné, hogy az olvasás, a gondolat, a szó még mindig érték, megőrzendő hagyaték a modern technika által uralt 21. században is. Fogadják szeretettel Váncsa Gábort. Eszterházy Péter, Harmonia Coelestis részlet. Édesapám legidősebb fia, a féle tékozló fiú, hiába jó eszű, csinos arcú, nem talált helyet magának a világban, kóvágott, ivott, kurvázott, bűnös életet élt. Az örökségből is kitették, de ez csak mellesleg. Édesapám viszont mélyen vallásos, szigorú, dolgos életet élő a féle patriarha. Tudja, mi a jó, mi a rossz, e szerint él. Magas mércével mér kérlelhetetlenül mindenkit, anyám, stb. Kiszenvedvén a tékozló fiú, örökre elaludt. Apám gyászolta, ahogy illik, ám kicsit meg is könnyebbült. Egész életében nyomasztotta a fia. Fia szégyene az övé is volt. A fia kudarca az övé is volt. Egy nyitott seb. Most ez a seb a nyitott sírnál hegedni kezdett. A szertartást megszakítva, amit előzőleg a tisztelendő úrral megbeszélt, a húgom szólni kívánt. Apám bosszúsan lehajtotta a fejét. Nemes metszésű, stb., mintha márványból. Az ember örvend, hogy ember, ha csak ránéz. A húgom sírással küszködve arról számolt be, hogy bátyja 15 esztendővel ennek előtte átadott neki egy írást, hogy őrizze meg, és nem utassa senkinek. És ezt ő most fölolvassa. És fölolvasott lényegében egy imát. A halk hüppögő hang ellenére is egy megdöbbentő erejű, letaglózó szöveget, amely úgy volt személyesen megrendült, hogy csöppet sem volt személyeskedő. Az imák és zsoltárok ismert szavaival élt, és mégis. Az ő imája volt, de mindannyian imádkozhattuk volna. Olyas valaki kiáltott a mélységből, hozzád, Uram, aki akkor nagyon közel lehetett hozzá, az Úristenhez. Könyörgött, könyörületért esdekelt, ígéreteket tett, stb. Az élete nem változott meg, ivott, kurvázott tovább, munkanélküli segélyen élt, meg a testvérei pénzelték titokban, mert édesapám ezt helytelenítette magából indulván ki, a gyöngeséget tartotta a legfőbb bűnnek.
A húgom befejezte, pacsmagosra ázott az arca. Egy göröngy begurult a sírba. Édesapám körbenézett. Testvéreim, drága fiam, ötven évet éltél mellettem, és nem ismertelek. Másnak ismertelek. Azt hittük, más vagy. Itt kérem mindenki előtt, előttetek, testvéreim, hogy bocsáss meg nekem, fiam. Bocsáss meg. Bocsáss meg. Bocsáss meg. Úgy kellett elvezetni a sírtól. Most már tisztességesen gyászolta a fiát, nem föntről le, hanem sötéten, öklendezve. Édesapám most lett édesapám. Mondhatni az utolsó pillanatban.